Tears. Words unspoken, hidden deep down like the ocean. Johnnyval többször dolgoztunk már együtt, és az egyik munka során mutatott nekem egy dalt, ami nekem nagyon megtetszett, és gyakorlatilag így akkor találtuk ki, hogy mi lenne, hogyha elénekelnénk együtt. Time's ticking, I keep slipping further away. I'm drifting, got me starting over. A dalnak a címe a Keep the Light On, és igazából ez a reménységről szól. És az, hogy ez lehet egy szerelmes dal, ez lehet egy családi kapcsolat, ez lehet akár a kapcsolat az ember meg Isten között. Egy nagyon jó barátom volt nyaralni Zadarba, és mesélte, hogy ott van ilyen ledes, ilyen nagy plac, és hogy az milyen király lenne egy videóklipe, és így megnéztem, rákerestem, így meggoogliztam, és így, hát valóban ez elég királyul néz ki, és akkor megmutattam Gergőnek, hogy mit szólnál, ha leutaznánk ide, és ott forgatnánk egy klipet, és Gergőnek is tetszett az ötlet, de végül is ez a helyszín, ami miatt így kitaláltuk, hogy Horvátországon megyünk, ez csak a klipnek a legvégén jelenik meg, mert ott még nagyon sok szép helyszínt találtunk. Empty faces, people walking by like a playlist. Nagyon ki kellett számolni ezt az egész időzítést, mert ugye egy napunk volt így valóban rá, és úgy találtuk ki, hogy este elindultunk, és hajnali 3-kor, 4-kor érkeztünk meg, és azt a legutolsó jelenetet vettük fel először, és akkor a napkeltével kezdtük, hogy még sötét volt, napkeltével, és utána, ahogy jött fel a nap, mentünk tovább a következő helyszínre, és egész nap forgattunk. Keep the light on, keep the light on for you, keep the light on, just find me. Johnnyék egy picit késtek, és én előbb megérkeztem, és már aludtam az autóban, úgyhogy nekem úgy volt, hogy így fölébresztettek, hogy ott vannak, és akkor na, már a kamera, és akkor tessék, nyomjuk. Johnnyval nem csak ilyen, nem tudom, feat-ekben dolgozunk együtt a jövőben, hanem mint szerzők. Valószínűleg lesz olyan, amiben szintén együtt dolgozunk. De egyébként pedig szeretem a kooperációkat, hogy mindig felfrissíti az ember. Több embert lehet így elérni, mert különböző embereknek a úgymond a rajongótáborát, vagy a zene ízlését lehet így megcélozni. Én is hiszek a kooperációkba, szerintem ez nagyon jó dolog, amikor így nem is feature, de hogy közösen kitalálunk valamit, és közösen csinálunk valamit.